nekünk nem sokára lesz az esküvünk. Gratulálunk. Nagyon köszönjük. Jó. Biztos? Biztos. Tudod, mit csináltok? Jól van. Oké. Okay. Igazából a problémám azzal van, hogy terhelt a családtagjainkkal a kapcsolatunk, és ezért nem szívesen hívom meg őket a esküvőnkre, mégis kötelességemnek érzem, és ezt az ellentmondást szeretném valahogy a segítségeteket kérni, hogy fel tudjam oldani magamban. Mint három gyerek boldog apja, és nagyapa, meg mi vagyok még? Lassan, bédi. Az a helyzet, hogy azt az egy napot kibírod, ha csak nem akarsz úgy nősülni, mint én, hogy szépen fogtuk magunkat, otthon elővettünk egy asztalt, a Buddha elé oda tettük, és 50 ezer forintért kihívtuk az anyakönyvvezetőt, és voltunk összesen öten, vagy hatan. Tehát ez is egy megoldás, rengeteg duzzogással és sértődéssel járhat együtt. Itt a nagy kérdés az, hogy meg akarod-e azt érteni, hogy az esküvő a számotokra egy határfal. Valami volt addig, amíg el nem érte az esküvő napjáig, és megfogjátok egymás kezét, és azt mondjátok, hogy innen nem engedjük el, jóban, rosszban együtt éljük az életünket. Ez a ti belső ügyetek. Például nekünk az esküvőnk az úgy történt, hogy fölmentünk előtte éjszaka 1 óra 48 perckor a Pilisszentléleki romokhoz, és ott kötöttük meg egymással, ott kötöttük egymáshoz a sorsunkat. Akkor volt olyan időminőség, hogy a két horoszkóp optimumon volt. És utána szépen hazamentünk, aludtunk még egy pár órát, és utána megtörtént a világi rész. Tehát neked is ott van a lehetőséged, hogy el tudod-e azt viselni, hogy akik morognak, meg egyéb dolgokat csinálnak, rengeteg balhé van egy rendes esküvőn, direkt én már élveztem is. Ez egy kedves ünnep tud lenni, különösen akkor, hogyha odahívod a rokonokat, és a játékszabályokat kialakítjátok, hogy ez hagy legyen a mi ünnepünk, és akkor nem lesz egy tartós duzzogás belőle. De a döntés úgy is tudod, hogy a tietek lesz. Mindeikenek megvilágítottuk most azt hiszem mind a két oldalát. Teljesen. Ne függjél te a családtagok karmájától. Tehát hívd meg őket, és úgy gondolatban kérd meg, hogy legyél szíves a ruhatárba letenni a karmádat, és amikor mész kifele, akkor megint magadra szíjazod, de ne hozd be a házasságkötő terembe, az étterembe, a satöbbibe. És ha ezen keresztül nézed, akkor szerepmentesebben láthatod őt, aki éppen ott van. Másik, ez a tartalmi tanács. A formai pedig az, hogy ülésrend. Az ülésrend az nagy hatalom. Tehát, hogy ki hova ül. Ki kivel beszél, és ki kivel balhézik össze, ez a három összefügg. Tehát tessék szíves olyan ülésrendet kialakítani, ami nektek megfelelő. Akkor nektek van egy esküvő, nem másnak. Tehát ne rendeld alá magadat más karmájának, oké? Okay? Csak vedd tekintetbe, hogy ő az, aki. Oksi? Sorba megyünk itt a kérdésekkel. Én a csoportos karmáról szeretnék kérdezni. És te vagy a vőlegény? Én lennék, igen. Na, ezért érdekes a kérdés, mondjad. Igen. Nekem a legtöbb spirituális ösvénnyel az a bajom, és azt hiányolom belőle, hogy az az élményem, hogy foglalkozunk önmagunkkal, apukánkkal, anyukánkkal, nem tudom, sarki kenyeressel, már mindenkivel szépen beszélünk, de valahogy az ilyen nagy csoportos karmák, mint hogyha nem lenne megoldásra. És mondjuk ugye a legtöbb mester különben érthető okokból kerüli mondjuk a politika témáját is, mert nyilván nem akarja megosztani, gondolom, a tanítványokat, de hogy mondjuk itt van háború mellettünk, akkor ugye a bolygónk az így kb. Az összeomlás szélén, és nem becsülöm alá a meditáció és a
saját életünkkel való foglalkozásnak a súlyát, mert látom, hogy ez fantasztikusan fontos. De hogy tudnánk felelősséget vállalni azokért a hatalmas folyamatokért, amiket látunk, és amiben rengeteg ember szenved. Nem kicsit, hanem nagyon. Képzeld el, hogy te most nyíltan felelősséget vállalsz nagyon komoly folyamatokért, mint például klímaváltozás, háborúk, negatív politikai trendek, és te ezt deklarálod. Változik valami? Gandhinál változott ez. Esetedben? Esetemben valószínűleg most így hirtelen nem. Oké. Gandhinál miért változott? Olyan példát mutatott, ami pontosan az embereket megváltoztatta. Miből lett a példa? Biztos, hogy spirituális gyakorlat. Belőle lett a példa. Nem egy külső példát hozott Gandhi, ő maga azzá vált. Tehát, hogyha te a béke apostola akarsz lenni, akkor válj teljesen békévé, de annyira békévé, hogy már a baromfi udvarban a tyúk észreveszi, még így rád néz, érted? Tehát, hogyha ez nem sikerül, akkor te beszélhetsz békéről, de mindenki ott érzi, hogy benned ott van az az ellentét, amivel az önérvényesítésedet ki akarod árasztani a világra. Érted? Tehát amíg ez nincs meg, addig semmi, de semmi érvénye nincs a szavainknak. De ezt meg nagyon nehéz elérni. Tehát akkor... És ezt tanítják a mesterek. Tehát pontosan azért tanítanak belső utat, belső értéket, realizációt, tehát tapasztalást, hogy ezektől a szerepvállalásoktól, amelyek úgysem működnének, megkíméljék a tanítványok egy részét már, akik ugye hallgatnak rájuk. Tehát a kifelé vezető út befelé vezet, ezt egy nagyszerű jógi mondta, és át is adtam a szót. Tudsz magad is tenni, bőven tudsz magad is tenni, és nagyon jól érzed azt, hogy mivel mindegyikünknek volt történelem tantárgy, körülbelül most vagyunk olyan 1916 szintjén. Gondolj bele abba, hogy ha az ember valóban részt akar valamit venni, mi csináltunk, mi egyáltalán nem jó példaként akarom mondani, mert belülről fakadt. Mi például azt döntöttük el, hogy a világnak van tudatszintje. Ez a tudatszintje választható. A világ mindig olyan tudatszinten tud csak lenni, amilyen szinten a tagjai vannak. Ha a világ tagjai megváltoztatják a tudatszintjüket, az egész világnak változik meg a tudatszintje. Mi joga közösségünk, teljesen lehet, hogy meglepő ez, a mai előadás is a United Consciousness, az egész földgolyóra kiterjedő tudatszint emelő folyamatnak az egyik eleme. Minden reggel 5 óra 30 perctől ennek az egész világ tudatosságának emelése érdekében január 20-ától minden hajnalban egy csomó ember fölkel és meditál 5 óra 30-tól 5 óra 50-ig tanítást hallgat meg, és ezzel járul részesévé válik ahhoz, hogy megállítani nem tudja, hogy hallottad a negatív folyamatokat, de elkezd ellentétes erőket indítani, és ez biztos menedzser kurzuson hallottad, hogy minden a fejben dől el, még a háború és a béke is. Ha te elkezded emelni a saját tudatodat, nagyon sok ember hajnalonként ezt csinálja. Május 18-án a Sunimmal és az egyházzal közösen fogunk meditálni például reggel, együtt ünnepeljük a 3000. meditálónak a megjelenését, ma voltunk reggel 2820-on, úgyhogy közeledik a 3000. megjelenése, és te is tettél valamit. Mivel egy buddhista közösségben vagyok, van egy gyönyörű, szép tibeti buddhista mondás, súlyos hibája az embernek, ha másokat akar megjavítani önmaga helyett. Tudod, mi lesz, amikor a 3000. meditátor csatlakozik hozzánk online? Nem. Megszületik újra Shakyamuni Buddha következő percben. Lótuszvirágok fognak nyílni a lába nyomán, és fölmutat az égre, meg a földre. És utána elkezd tanítani. Ezt elhiszed? Nem igazán. Akkor jó, akkor normális vagy. Tehát a 3000. után, elmondom, mi lesz, jön a 3001.
és így a 8 milliárdig csak azt mi már nem érjük meg. Ezért szoktuk mondani, hogy a bódhiszatva sohasem lesz munkanélküli. Soha. Tehát ez a spirituális közmunka, amit mi itt csinálunk, itt szépen sertepertélve a tudatlanság porát, ez egy befejezhetetlen munka. Miért? Mert tömegszinten az emberiség sokkal gyorsabban termeli újra a szenvedést, mint a megvilágosodást. De az egyénben ez most megváltozhat. A párkapcsolatban, hát esküvő előtt, esküvő után, majd miért föl, hogy hogyan, ugye? Családban már a vérségi kötelék, az ősiség, a transzgenerációs karma, az elképesztő összedolgozottság, ahol nem lehet ugye kitérni, teret lehet adni, de kitérni nem lehet. Hát itt már nehezebb. Tehát olyan családot, persze láttam buddhista családokat Koreában, elképesztő tudatszinten voltak, és ott mindenki ment meditálni, és templomba is jártak, de a mindennapjaiknak ugyanúgy nem volt része, tehát ők nem keltek fel 5 óra 35 perckor. Tehát itt a hatás az csak a személyes gyakorlaton és életvitelen keresztül tud érvényesülni, és mindenkinek két keze és két lába van. Tehát a legnagyobb tanítás, itt most kicsit zenesen fog hangzani, az, hogy nem tanítasz szóban. Csak teszed, tettben, cselekedetben. És ki kell nyilvánítani, hogy az emberek többsége erre, amit te kérdezel, taníthatatlan. Nem szenvedett eleget, nem látott eleget, nem vált kellőképpen éretté. Az autonómiát nem lehet úgy tanítani, hogy elveszed. Nem lehet kívülről parancsra fölébreszteni a belső vágyat, hogy ő ébredjen föl a saját prarabda karmájából, vagy szamszárikus körforgásából. Itt van a kín, itt van a paradox. Nem lehet olyan bodhiszattvikus közösséget építeni, ahol pusztán érdekvezérelten, pénzzel, hatalommal és egyébben te megtámogatod ezt annyira, hogy ő azt érezze, hogy megy a Tusita mennyország felé. Nem fér össze a kettő, értjük? Tehát érdekvezérelten nem lehet önzetlenséget tanítani. De az okozatiság ismerete nélkül sem. Ezért van a lényegről és a jelenségről a tanítás, amit ma hallottál, hogy amíg akár egyetlen ember legyen, mondjuk a családtagom, a barátom, sőt az ellenségem, akiért visszajövök. Tehát volt ilyen, hidd el, a dharma beszédeken föltettek ilyen kérdéseket, hogy és szunyim, ha én elérem a nirvánát, ugye elérem, és akkor nekem az jó lesz. Mondom, biztos jó lesz. És ahogy így látom, te el is fogod érni. De értem, nem jössz vissza. Hát tőlem kaptad a tanítást. Következő életemben, amikor nagyon-nagyon kicsi kölyök kutyaként nyüszögök a saját hülyeségemtől, nem jönnél vissza? Te már realizált mester leszel, nem húzod meg a kioldó zsinort? Na, és akkor a Mahajánába így bele. Ja, Istenem, de most már, hú, de nagyon most már megtudtam, amit meg akartam. Látod? Így. Egyszerűbb ez, mint gondolnánk, kérem. Ez nem kevés, de nektek nincsen hiányérzetetek? Tehát, miben? Hogy... itt ültök előttünk. Miért lenne hiányérzetek? Feltételezem, hogyha nő az együttérzés bennetek a gyakorlat folytán, és ti már nem tudom, hogy hány tizenéve csináljátok, akkor azért a világban lévő szenvedés látva elég nehéz. Egyre nagyobb a hiányérzetem, és ez is rendben van. És ezt hogy lehet kezelni, ezt a hiányérzetet? Minden nap bejövök ide a dharma terembe, azt leborulok a Buddha előtt, hogy köszönöm. Világos, köszönöm. Szívesen. Hogyan tudom elmélyíteni a gyakorlatomat még jobban, mert tényleg nem teszem teljesen bele a 108%-ot, de hogy mit tehetek, hogy minél többet segítsek? Hát két lehetőséged van, arról beszéltünk az elején, hogy a szunim egyedül itt nyugodtan szaladgálhatna reggeltől estig, attól ez a templom nem épülne fel. Tehát szanga attól van, vagy közösség attól van, hogy mindenki a saját lehetősége és a képessége szerint olyan gandisan tesz, nem azt, amit úgy éppen, hogy csak kízzadok, vagy adok nektek valamit azért, de aztán hallgassatok és dicsőítsetek, hogy én milyen adakozó vagyok, hanem meg kellene változtatni egy kicsit a hozzáállásunkat abban az irányban, hogy képezzük önmagunkat, érezzük azt, hogy
amit a tanító mond, azt meg is kellene csinálni, nem csak elméletben, hanem gyakorolni, és azt kell megérteni, hogy pontosan itt a szangában Swami Sivananda úgy mondja ezt, hogy a vasat csak akkor lehet ütni, hogyha, és formálni, ha meleg. Itt a szangában van az a meleg, ami téged inspirál arra, hogy tudjad formálni magadat. Itt kapod meg az inspirációt, itt tudsz tenni azért, hogy minél jobban fejlődjön a közösség, és a tanítód mondja meg azt, hogy mit csináljál, és pontosan, amit itt már az elején én is mondtam, és valószínűleg a Sunim akkor a teázásnál mondta, hogy a legnagyobb problémánk az az, hogy hogyan állítanak ki a Sivananda Jóga Központ, vagy hogyan állítanak ki az itteni szanga egy olyan önfejlődési rendszert, hogy egyszer csak azt mondja, hogy te már itt vagy, te a 11. évfolyamot járod, te a 10-et. Mikor azt látja, hogy 2 év múlva már nyoma sincs. Miközben itt van a tudás, itt van a lehetőség, itt van a függőleges emelkedésnek a lehetősége. Ahogy szokták mondani, talán Kennedy mondta, ne azt kérdezz, hogy mit tehet Amerika érted, most lefordítom, ne azt kérdezz, hogy a szanga mit tehet érted, hanem te mit tehetsz a szangáért. És ezt újra és újra kérdezd meg, mert lehet, hogy csak azt mondják, hogy ültes tisztő paradicsomot. Emellett az értékes tanítás mellett, amit tényleg szemléletformáló kell, hogy legyen mindenkinek, ismervén azt, hogy a formális praxisban mennyit bele tudsz rakni, én csak arra lelkesítenélek, hogy ne a formális praxist, tehát a leborulások számát, meg a mantrákat, meg egyebeket emeld egy ilyen nagyon komoly bajnoksági küszöb fölé, hanem minden pillanatban legyen meg az, hogy tiszta tudat, rendes ház. Most mit látok? Most mit hallok? Most mit csinálok? Most mit beszélek? Hallok, stb. Tehát ez elképesztően fontos, hogy a gyakorlat forma független tudjon lenni. Hallottuk az elején a hasonlatot az üvegpohár és a víz tekintetében. Nézd meg, hogyha a saját énképzetedet, a saját énélményedet leveszed a tapasztalásról, egybe maradsz? Vagy szétesel? Tehát meg kell tanítani a vizet pohárként viselkedni, úgyhogy lehúzom róla az üveget. Ha az a feladata, hogy pohár alakban létezzen, azt fogja csinálni. Ha az a feladata, hogy kancsóként létezzen, mert így segít egy másik lénynek, azt fogja csinálni. De ha fix üvegburkolat van rajta, nem tud átmenni egyik formából a másikba, törés vagy fundamentális változás nélkül. Tehát minden pillanatban tartsd meg azt a tiszta tudatot, amely mindegyikünknek a sajátja, mint lehetőség, és hogyha kellően tapasztalt vagy az életben, akkor rájössz, hogy kötelesség is, mert más eszközünk, érvényes, emberi eszközünk nincs. Igen, lehet géppisztolyokhoz, géppuskákhoz, tankokhoz és egyebekhez is folyamodni, de ez nem igazán emberi, mert élet elvételével és különböző egyéb borzasztó károkkal jár. Tehát nagyon sokféleképpen lehet változást kicsikarni, de a legemberibb, hogy azt magunkon keresztül és szellemi úton tesszük, és visszamegyünk a gyökerekhez, a jelenségek gyökereihez, és onnan folyamatosan egy újabb világot teremtünk magunkban, és a másikban egyaránt. Na, ide lehet tenni az erőfeszítést. Tehát nem pusztán a formában, hanem a pillanatnak a tisztaságában, amelyből ezek a minőségek következnek. Köszönöm. Nem látom pontosan, hogy merre kéne fejlődnöm, hogy érzem néhányszor már ezt a kicsit én nélküliséget, meg hogy tényleg, hogy nem... Ne ellenőrizd magad, jó. don't check, oké? Okay? Belemész, mint a kiskutya a farkát harapó körébe. Erre van a tanító. Fokozat, rendszer, ahogy hallottad, mindegyikünknél megvan. Tehát az, hogy jársz elvonulásra, alap, közép, haladó, jössz koalinterjúkra, irányt kell tartani, és nem azt, hogy éppen most hány kezed, hány füled és hány szemed van. Az mind a helyén van. Az irányt kell tartani, és menni az úton, és nem önellenőrizni. Oké? Okay? Szívesen. Következő kérdés.
kell-e éreznem azt, hogy fejlődöm, illetve hogy probléma, nem érzem a fejlődést, ezeket a szinteket. Hát eleve legalábbis én a jóga rendszeréről tudok beszélni, amely egy kidolgozott személyiségfejlődési program. Hogy ne éreznéd, de a legobjektívebb tanítót te tudsz magad lenni. Nálunk a jóga központban van egy úgynevezett ingyenes program, amit úgy hívnak, hogy szádana. Szádana szó az azt jelenti, minden olyan gyakorlás, amit az önfejlődésedért teszel, az szádana. És minden nap le kell írnod azt, néhány kérdésre válaszolva este, ami egy ilyen ellenőrző rendszer. A szádana oktatót ingyen adja a jóga központ, és vele tudod megkonzultálni ingyenesen az önfejlődésednek az aktuális problémáit, és egyszerűen semmi más nem kell csinálnod, mint ki nem mondom a tanítványnak a nevét, aki már Excel fájlba vezeti a spirituális naplóját, és így látja a személyiségének a transformációit és a trendjét. Az, hogy megkérdezel tőlem, hogy mit gondolok rólad, akkor azt mondod, egy nagyon szimpatikus, kedves srác vagy. Megkérdezed valamelyik ellenfeledet, te nem fejlődsz semmit, sehova nem haladsz. Előveszed a naplódat, megnézed, itt voltam 2012-ben, itt vagyok 2023-ban, mindent látok. Következő kérdés. Tavaly szintén volt ilyen közös dharma beszédetek Budapesten, és volt ott egy 10 éves lány. Látszott rajta, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban van, és a problémájáról kérdezett benneteket, kiváló válaszokat adtatok neki, és úgy gondolom, hogy ha azokat megtartja, meg is oldja a problémáit. Viszont ami a beszéd után történt, az nekem kicsit szúrta a szememet. Hát talán két férfi volt és egy nő. Azt biztosan tudom róluk, hogy semmiféle felhatalmazással vagy bármiféle ezzel kapcsolatos diplomával nem rendelkeznek. Megrohamozták őt, és ellátták további tanácsokkal. Azt láttam a lányon, hogy teljesen elveszíti a fonalat és az összes létező reményt, hogy ő megoldja a problémáit. A kérdésem az az, hogy mit lehet ilyenkor tenni, hogyha ilyen hibát látok? Én mit tehettem volna a helyzetben? Tök jó a kérdés. Eleve ne feledjük el, hogy egy jóga központnak az lenne a feladata, hogy önkiteljesedésre vágyó, önfegyelmezettségre vágyó embereket szolgáljon a lényük minden szintjén. Egy jóga központot soha nem szabad összetéveszteni egy pszichoterápiai intézettel, ahol félszeműek próbálnak vakoknak tanácsot adni. Tehát próbáljuk meg megérteni, ott ebben a helyzetben az történt, aminek ott kellett történnie. Én nem mehetek oda külön, hogy akkor mehetek oda, azt mondja, hogy ide jössz Anti hozzám, és azt mondod, ide figyelj Omkára, szeretnék a tanítványod lenni, de attól leszek a tanítványod, hogy fegyelmezett leszek, és meg is csinálom azt, amit mondasz. Innentől kezdve, de bejön az utcáról valaki életébe először egy közös dharma beszédre, ott mi elmondjuk neki, hogy mi a csomag, merre menjen, azt 3 perc múlva jön egy másik ember, mit csinálok akkor, ha ez a 3 ember fogja magát, és az utcán beszél vele. Akkor fogom magam, leordítom a fejüket, hogy ezzel a lányjal csak én vagyok az igazi guru, én tudok, én nem vagyok guru, ugyanolyan közönséges ember vagyok, mint te, csak próbáltam valamennyit tanulni. Tehát azt kell látni, hogy akik benn vagyunk, én magam személyéről beszélek, akik benn vagyunk a spirituális úton. Annyival vagyok csak előrébb, ha egyáltalán előrébb vagyok, mint te, hogy tudlak téged segíteni a következő lépcsőn. És ha te azt megcsinálod, akkor nagyon szépen fogsz haladni, de a legtöbbször, még egyszer mondom, hogy sem a buddhista közösséget, sem a Sivananda Jóga Központot nem szabad a Hashegyi Pszichiátriai Intézettel összekeverni, amit már amúgy is bezártak, és mindenkit kiengedtek, ezért a Jóga Központba is jönnek tőlük. Lipót mező ugyanez. Erre viszont annyit mondanék a
helyzetben, hogy ezzel választottál egy későbbi kérdésemre, hogy ezt a lányt miért nem láttuk soha. Tehát itt biztos nem. És ha tanulja lettem volna ennek, akkor én a helyedben, illetve a magam helyében ugyanezt a kérdést tettem volna föl ennek a lánynak, hogy elégedett voltál-e a tanítók válaszával? És ha azt mondja, hogy igen, akkor megkérdezed, és szükséged van most ennek a három embernek a beszédére? Mert láthatóan az a három ment oda hozzá, az elmondásodból ítélve. És ez a lány akkor elképesztően sebezhető volt. Érzelmileg teljesen, azt mondom, olyan szinten, hogy bármit elhisz, csak segítsen. És hogyha azt mondja, hogy ugye elég, amit a tanítóktól hallott, akkor udvariasan meg kellett volna kérni a három embert, hogy tiszteljék a tanítók válaszát annyiban, hogy nem szólnak bele abba a folyamatba, ami ebben a lányban elindult a darma beszéd formális, értelmezhető részében. Illetve, és ez nem árulkodás, meg kellett ugye volna látni, hogy ez a három ember melyik szangába tartozik, és elmenni a főnökhöz. És azt mondani, hogy figyelj, láthatóan felhatalmazás nélkül adtak ennek az embernek tanítást, és ezt a partizán akciót jó, hogyha megszünteted. És ez a közösség egészségének az óvása, a fiatal tanítvány mentális integritásának az óvása, és nem pedig árulkodás, érted? Tehát ez nagyon fontos, hogy mind az egyént, mind a közösséget ezzel a közelítéssel tudod segíteni, nem vagy tehetetlen. Oké? Nem tudom, hogy kihez fordulhattam volna, mert azt láthatjuk, hogy konkrétan nem tartoznak úgy igazából senkihez sem. Így van. Akkor viszont utcai harc, akkor viszont teljesen könnyű dolgod van, mert ott akkor nincs az, hogy akkor az egyiknek a főnöke visszaszól, hogy hát ez az én darma tanítóm, vagy oktatóm, és akkor te milyen alapon szólsz te aztán ottan bele, hanem akkor simán megvédheted a lányt azzal, hogyha rákérdezzel, hogy érdekel az, amit hallasz, vagy elég volt az, amit a tanítóktól. Mert akkor tényleg egy az egybe horizontálisan találkoztok, és azt mondja, hogy hallottad, amit a lány mondott, te is hallottad, te is viszontlátásra. Oké? Okay? Igen, nagyon szépen köszönöm a választ mindenkitőtöknek. A Kjolcse előtt, pár hónappal ezelőtt mi itt voltunk párommal egy 5 fogadalomtételi szertartáson, és letettük ezeket a fogadalmakat. Ezért olyan ismerős az arcotok, de azóta egyszer se láttalak titeket. Azóta nem, igen. Tehát benne van így a légkörbe, és foglalkozunk vele abszolút. Tehát nem merült feledésbe, de hát betartani nem sikerült őket, ezt úgy mondhatom. Félre. Melyiket? Hát a addikció. Azt hittem, hogy a bódítószer. Az addikció bódítószer, tehát hogy igen. Hát igen. Ez ugyanaz? Talán igazat sem mindig sikerült mondani, bár az azért jellemző az életvitelünkre, de volt egy-két olyan helyzet. Tehát igazából az lenne a kérdésem, hogy mi a helyes hozzáállás ehhez, hogy ne legyen ilyen teljes kudarc, és már még kaptunk ilyen oklevelet is, és akkor elneveztetek valami korai néven, hogy az igazság felfogása, én meg leiszom magam a sárga földig, és ilyen borzasztó, tehát, és nem tudom, hogy hogyan kellene ezt az egész eseményt, hogy ezt meg kell újítani ilyenkor, vagy nem is tudom. Ez lenne a kérdés. Jáma és Niáma savaros ösvényein, nagymester. Hogyan lehet kiigazodni? Az a helyzet, hogy addikcióink mindnyájunknak vannak, nekem is vannak biztos, hogy függéseim, de nincs semmi más kiút ilyenkor, mint kockáról kockára újraépítkezni, és először megpróbálni egy picit a saját lábadon állni, és amikor már félkész vagy, akkor újból elmenni, és azt mondani, hogy figyelj ide, most kötök egy olyan esküt, hogy innentől kezdve nem három naponként iszom, csak mondjuk egy hónaponként, majd elkezdem ritkítani ezt, mert nem ítélkezhetem feletted, mert egész bátran én se vagyok olyan, aki soha nem ivott egy pohár bort se, vagy soha nem ivott meg egy felest se, tehát nem tudok ítélkezni senki fölött, aki valamennyit ivott, de mindenképpen ott van az, hogy minden gondolatunk három összetevőből áll, ez a szatva, a rajasz, a tamasz, a tiszta, a tunya és a
mozgékony, változó. Innen magadnak kell látni, hogy hogyan tudsz elindulni a szatva felé, a tiszta felé, a saját érdekedben és a környezet érdekében. Magában annak sok értelme nincs, hogyha ugyanazt az állapotot, amiben eddig voltál, elszaladsz megint a tanítóhoz, és utána két hét múlva megint mondod, hogy mennyire utálod magad, mert megint a sárga földig leittad magad. És megint nem tudod, hogy az okleveledet elégetted, vagy hova tetted. Tiszta igazság, ez a dharma neved? Az igazság felfogása. Azaz. Na ezért kaptad. Hogy fogd föl, hogy berúgtál, mint az atom. És az igazság felfogásából következik az, hogy te egy másik igazságot szeretnél, ahol nem rúgsz be, mint az atom. És így a zen útján ráébredsz arra, hogy most ezt nagyon elcseszted. És utána da capo al fine, jön az a nemesebb rész, amit már Omkár elmondott. Volt annak a fogadalomnak helye, hidd el. Jó nevet kaptál. Köszönöm. Szívesen. A párodnak a fogadalmi nevére emlékszel? Az igazság ereje. Na, azért, azért van melletted. Azért. Együtt az egész jó így. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Tök egyszerű egyébként. 7-szer buksz, 8-szor állj fel. És ne keressék kívül feloldozást. Tanuld meg magadnak is megbocsátani, és nézd meg azt, hogy a környezetben milyen hatással volt a hiba, a vikarma. Tehát azt nem, egy idő után ezt nem ismételjük. Ha tényleg nem vagy önközpontú, a másiknak okozott szenvedés miatt ezt totálisan abba hagyod. Lehet, hogy neked semmi bajod úgy berúgni, mint az albán szamár, de az, hogy a feleségnek talicskában kelljen hazatolni a kocsmából, mint ahogy ezt régen a feleségek tették faluvidéken, az már gáz, azért már nem. Tehát vagy magadért, vagy a másikért, teljesen mindegy, de ezt a tudatvesztést érdemes abba hagyni, mert erre szükség van nagyon sokáig. Meg erre is. Tehát értsük meg, mindenféle szenvedély, ami a pátosz a lélekben, az tartós deformitást tud okozni. És a legjobb minőségek mennek el először. A kőkemény, túlélésre szakosodott, önző, mindent magának megszerző, csak azért, hogy a szenvedély fönn maradjon, az megy el utoljára. Az a halál előtti nagyon-nagyon kicsi fázis. De a legjobb emberi minőségek szállnak el először, és észre se vesszük. Itt a baj. Jó. Amíg észreveszed az igazság felfogásában, addig kell változtatni. Rendben. Az erő meg veled van. Egyéb kérdés? Megtartanánk ezt az esküvőt hivatalos körülmények között, családdal, minden. Viszont mi utána arra gondoltunk, hogy ide jönnénk, és itt ketten a szűk baráti társaságunkkal megint megújítanánk ezt a esküvőt, hogy egy ilyen spirituális mi voltja is legyen. Erre a családot nem akarod meghívni? Nem, erre nem. Hát jó. Ez... Apuka buddhista. Hát... Nem tudom, ezt inkább csak. Döntsétek el! Ugyanis van az esküvői szertartásunknak egy mintapéldánya, ezt átküldjük szívesen, és amikor a pógári zajlik, akkor oda lehet menni a szülőkhöz, akiket nagy nehezen ruhatár felhasználásával oda vonszoltatok, és azt mondja, hogy apuka, lesz még egy. Eljönnétek! Milyen, nem elég? És azt mondja, hát szeretnénk ezt egy kicsikét megpecsételni ezzel, és a buddhistának kell megmutatni először. Az vonja magával a többit. Nem mondom, hogy ezt kell, de ezt érdemes megpróbálni, mert egy ilyen esküvői környezetben, hidd el, nektek nagyon nehéz akkor nemet mondani, mert ti vagytok a középpontban, mint az édenkert közepén Ádám és Éva. És ez azért fontos, mert ilyenkor nagyon sok mindent el lehet érni, amit más napokon nem. Oké? Okay? Tehát tessék erre figyelni, hogy akkor üveghangra ki lehet húzni a jó karmát,
csak azért, mert akkor mindenki általában szeret titeket. És legalábbis félreteszik azokat a szöges korbácsokat, amikkel eddig ütöttek, hogy ők kapják meg, amit éppen akarnak. Tehát természetesen tisztában tartjuk a választásotokat, és szeretettel várunk egy jó kis zenbuddhista esküvőre, egyeztetés minden lehetséges, de ilyenkor a komoly karmikus kapcsolatoknak akkor is föl kell ajánlani ezt, hogyha te magad úgy gondolod, hogy ők nem jönnének el. Tehát ezt a kockázatot be kell vállalni, így tudod a saját komfortzónádnak a határait kicsit tágítani, és pozitív meglepetést okozni esetleg. Jó? Igen, köszönöm szépen. Szívesen. Hú, ez milyen lesz te? Aki olyan helyzetben van, hogy nem elég... nem áll készen, van, nem elég erős gyakorolni buddhista vagy zen gyakorlatokat, annak mit javasoltok, hogy otthon mit csináljon, vagy hogy induljon el, vagy mit végezzen, hogy hogy előrébb jusson az életében? Hát a legjobb az, ha megszelidíted magadat, és ez a megszelidítés az azt jelenti, hogy ha eddig nem tudtál ezen az úton elindulni, az azt jelzi, hogy kell egy olyan szakember, például egy jóga oktató, itt is van például Dömény Kata többek között, de akár egy jóga központba is, akár a Sivananda jóga központba is eljöhess, hogy megszerezd azt a tudást, hogy mivel építed föl azt a szilárd testet, azt a szilárd életenergiát, ami megteremti annak az alapjait, hogy magasabb szinteket tudjál gyakorolni. Este van már, az utolsó kérdések egyike van, tehát nem tudom felsorolni neked, hogy miket építsél, ahogy látod a mestered is fogja magát, tudja, hogy van teste neki, tudja azt, hogy sokáig szeretné használni, hogy minél többet tudjon fejlődni, vagy kiteljesedni ebben az életében. Tehát ezt meg kell szerezni, ezt a tudást szakembertől kell megszerezni, és utána egyszer csak azt mondod, hogy most már megszerzett erőt, megszerzett képességeket, be tudom forgatni oda, hogy hosszabb zenelvonulásokon is szívósan végig tudjam küzdeni a napot. De figyelted, hogy végig egyes szám harmadik szemében tettél föl kérdést? Ezt észrevetted? Nem figyeltem. Pedig hidd el, a magyar nyelvtan az egy nagyon jó rendszer. Tehát kőkeményen kiderül, nem úgy, hogy mint a kínaiban, vagy az angolt. Az angol az ilyen névmásokat rak elé. Általában úgy teszek fel kérdéseket, hogy mintha másokat is, tehát mások nevében mintha. Is. De valójában kiről beszéltél? Hát valójában magamról. Aha. És miért távolodsz el ennyire magadtól? Hát szerintem azért, mert ilyenkor mindig úgy gondolkozok, hogy azok, akik még ugyanúgy ugyanabban a helyzetben vannak, mint én, azok nevében is beszélek, vagy kérdezek általában ezt. És erre azok felkértek? Hát nem. Akkor miért csinálod? Ez egy jó kérdés. Itt van a fejlődés útja, hogy mered képviselni önmagad. Ez az első lépés. Tehát amit te csináltál, most ez egy abstrakció, egy olyasféle személytelen önvédelem, hogyha egy olyan választ kapsz, ami nem jó neked, az bemegy az egyes szám harmadik személy ismeretlenségébe, mert ki tudja, hogy kinek mondták. De ha te a saját nevedben fölteszel egy kérdést, az neked megy, mint válasz. Puff. Ugye? Amíg ez a null pont nincs meg, addig nagyon sok mindent akarhatsz, de lényegi változás nem lesz. És ezt a legnagyobb szeretettel mondom, mert volt már egy előzetes beszélgetésünk, de az út kezdete... És be is ment oda. Hát örülök neki. Azt tényleg egyes szem másodikba tetted föl, és azt neked mondtam, amit hallottál. És itt a karmádnak az elvállalása az első, ami a haladásnak az előfeltétele. Oké? Okay? Ekkor érzed azt, hogy az ok és okozat mezején te milyen helyet foglalsz el.
milyen állat üldöz, és te mivel táplálkozol. Tehát ezt az okozatiságot, ezt nagyon őszintén, kendőzetlenül kell látnod magadban ahhoz, hogy bármilyen fejlődésről beszélhessünk. Rendszerek vannak, tanítók vannak, közösségek vannak. Te a magad számára létezel-e? Mert néha úgy látom, hogy azt szeretnéd, hogy ez ne legyen. És amíg nem vállalod el a saját létezésedet és a saját karmádat, hogy ezt hoztam, jelenleg ez vagyok, jelenleg ez a karmám, ezen akarok változtatni, addig nem léptél a kezdőkörbe. Addig nem kezdődik el semmi. Jó? Igen, értem. Köszönöm. Szívesen. Egyébként keményebb vagy belül, mint gondolnád. Csak meg kell találni azt az elképesztő keménységet, ami eddig nem jött elő. Tehát ki is hozhatod ezt magadból, haladhatsz is az úton, és ki is bírhatod azt, amit látsz. Egyszerűen el kell dönteni. Jó? Köszönöm szépen. Én 2 éve gyakorlok mindfulness meditációt, és az a tapasztalatom, hogy a kreatív energiáim azok hát így nem azt mondom, hogy elhagytak engem, de minden esetre amióta időt töltök az elmém lecsendesítésével, azóta az írás nekem kevésbé megy. És hogy ezzel mit lehet tenni? Ezt is kiáltozni kell, hogy ó kreatív, miért hagytál el engemet? Láttad, nem azt szólt az első válasznak, tessék. Az a helyzet, hogy nem ismerem, milyen a mindfulness meditáció, úgyhogy nyilatkozni se tudnék róla. Nyilvánvalóan megvan a meditációnak a nagyon precíz, definíció szerinti kiosztása, és ha egyszer úgy érzed, hogy olyan fajta meditációt szeretnél, amit évezredek óta csinálnak, amit évezredek óta írásba leírtak, akkor hát ha azzal nagyobb sikereket érné el, mi nem kívánok véletlenül se nyilatkozni, amit mondtál, hogy mindfulness meditáció. Ez hasonlít egyébként a buddhista meditációra, tehát így arra épül. Én arról a meditációról beszélek, amelyik a buddhizmus előtt már évezredekkel ezelőtt is ment, és nyilvánvalóan a buddhista meditáció is nagyon jó, amiről azért nem beszélek, mert ahhoz se értek, viszont értek ahhoz a meditációhoz, amit a jóga írások évezredek óta írnak lefelé. Én 2 dolgot mindenképpen javasolnék. Ha a kreativitásod elment, akkor még a meditáció mellé mindenképpen javasolnék neked egy nagyon jó relaxációs módszert is, mert elképzelhető, hogy olyan blokkok jöttek létre, mind mentálisan, mind energetikailag, mind fizikailag benned, amik mezei módon simán egy 3 rétegű relaxációval, ha elkapod ezt a módszert, kiváltasz legalább 4 óra alvást vele, és mindössze csak 15-20 percig kellene csinálni. Ez egy jó tanács, nem kell elfogadnod. Nekem rengeteget segít, amikor összegyűlik minden szemét bennem, és össze szokott gyűlni, akkor egyszerűen csak, mint az eldugult csövet, így kifújom magamat, és ömlik belém a fény, és olyanokat beszélek, mint ma este is. Ha ez rossz volt... Ez nagyon jó volt. Spirituális köpőcső. Kész, végül. Ez gyönyörű. Ja Istenem, te, mi lesz még ma este? Hogyha javasolhatom most azt, hogy mindfulness, az már gyakorlatilag annyira ilyen konyhanyelvé vált, mint akár a jóga, akár a zen, és tényleg nagyon sokféle van. Annyit tudjatok, hogy ez eredetileg, amennyire én tudom, ez egy téraváda eredetű dolog, amit itt kvázi folklorizáltak nyugaton, és mindenféle ilyen vallásos, meg struktúrális és egyéb tehertől megszabadítva, egyszerűen csak arra tanítanak, hogy te hogyan legyél mindful, azaz figyelmes. A zen az az ellentét, ez a mindless, tehát hogy a tudatot azt hogyan dobjad te el,
Úgyhogy te figyelmes maradsz. Nem pedig az énen vagy a mindon keresztül kifejlesztesz valamit, ami esetleg nem egyezik a saját céljaiddal. Miért kell ezt mondani? Minden buddhista meditáció mélyén ott van az az alaptanítás, ami az éntelenség vagy a teremtetlenség. Oké? Tehát akitől te tanultad ezt a mindfulness-t, akármilyen vonal, vissza kell oda menni és megnézni, hogy ők mit mondtak, mint ennek a meditációnak a célja. Hogy te ezt tudtad-e, amikor elvállaltad ezt a gyakorlati formát, hogy ez a cél valójában micsoda? Miért? Mert ha nem tudod, akkor is arra fele visz. És ha te azt látod, hogy az elme lecsendesítése a cél, és ez ellentétes a kreatív energiáiddal, akkor meg kell mondani a főnöknek, hogy te valójában a kreatív energiáiddal szeretnél szorosabb barátságot kötni, és tanítson egy ilyet. Ugyanis a téraváda tényleg az, hogy ellobbansz, mint énség, és eltűnsz az alkonyatban. Tehát ez a nirvána, így nagyon röviden fogalmazva, belépni a teremtetlenbe, és vissza se jönni. A bódhiszatva belépni a teremtetlenbe, és utána visszajönni másokért, hogy ezt tehessék. Ez a röviden lesarkított különbség. De te ne várd azt, hogy egy éntelenítő, nyugtató, egyévváló, megbékítő meditáció mellett a te kreatív energiáid azok toppon fognak dübörögni. Miért? A teremtés az szenvedésből, szenvedélyből, dualitásból, akaratból, különböző élményekből van, nem csak hogy összerakva, hanem felgyújtva. Tehát a teremtéshez tűz kell. A meditáció az az, hogy eléred az ellobbanást. Tehát az egyik kézzel te eléred az ellobbanást, hurrá, békés leszel, és a többi. A másik kézzel meg számon kéred, hogy miért nem ég bennem a kreatív tűz? Hát azért, drága, mert ellobbantottad, azért. Tehát szétszedted az akarat polaritását, és mivel szétszedted a pluszt és a minuszt, a vant és a nincset, az akarom, de nem tudom polaritásait, mert megbékéltél, nincs kreatív energia. El kell dönteni, mit szeretnél. Jó? Még egy gondolatot hozzá. Te többet tenni. Is légy szíves. Igen. Azt tenném hozzá, hogy valamikor a divatos meditációkba, amit tényleg a nyugati világ, én tisztelek mindenféle meditációs módszert, mert ahogy pörög a világ, éppen ezért a slow meditation-t, akkor amit te mondtál, a transzcendentális meditációt, és mondhatnék még nagyon sok meditációt, ami így divatosabb lett nyugaton, az egésznél, amíg azzal próbálnak téged győzködni, hogy nem kell semmit se csinálni vele, megtörténik. Kifelejtették belőle két szót, bocsánat, négyet, de a kettő az utolsó a lényeg. Az egyik hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással. Mit csinál ez a meditáció, amit a jóga ad? Szépen egyesével lehúzza, mint a redőnyöket, képzelj el egy sok redőnyös ablakot, sötét van benned, és húzza egyesével el a redőnyöket, és úgy szabadul fel a tudatalattiból a kreativitás, mint a rakéta, olyan dolgokról kapsz belülről választ, ami eddig is jött volna fölfelé, csak mivel akkora tánc volt az óceán tetején, hogy hiába jött föl, elveszett. Ha megcsinálod az első szinten a csendet, akkor mész egyen lejjebb. Ott jönnek már a megoldások, amik eddig is jöttek volna, csak akkor a zaj volt, hogy nem hallottad. Jön a következő, és így kapsz a végén a végtelen csendre választ, de addigra az összes problémádra már megkaptad a választ. Ezt Jézus úgy fogalmazta meg, hogy keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és minden vágyaitok beteljesülnek. Ő így mondta, és mindezek megadatnak néktek. Ha használtam egy mondattal, akkor már jó este volt. Bizony az volt. És köszönjük mindenkinek a figyelmet, a tiszteletleméltó Omkárának és közössége tagjainak a megtisztelő látogatást, és nagyon-nagyon kérem, hogy akit ez érdekel, az továbbra is akármelyik közösségbe járjon, és az egy hónap múlva körülbelül esedékes dharmabeszédre szeretettel várjuk.
a Sivananda Joga Központ. Oda bizony. Budapestre. Arra vagy te ítélve. De szép hely az is. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt lehettem.